Sziasztok, köszöntök mindenkit! A Body Sport Report következő adásának a vendége Czotter Marian. Üdvözöllek, kedves Marian! Köszönöm a meghívást, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Már csak azért is, mert egy kis előzetessel elkezdeném, hogy nekem te nagy példaképen voltál, vagyis. Ugyanis amikor én a bikini kategóriát próbálgattam, te már fitness figura versenyzőként álltál színpadon, és hát én amikor megláttalak, akkor a te fizikumod volt az, ami engem teljesen lenyűgözött. Tehát az a szárazság, amivel te színpadra álltál, én azt mondtam, hogy na, én ilyen száraz akarok lenni, mint a Czotter Marian, hogyha egyszer az életben belőlem fitness figura versenyző lesz, és amikor Zolival annak idején találkoztam, akkor én mondtam is neki, hogy én olyan szeretnék lenni, mint te, olyan száraz. És akkor rám nézett Zoli, és akkor azt mondta, hogy Ágikám, olyan száraz leszel, és fitness figura versenyző lesz belőle. Úgyhogy még egyszer nagyon örülök, hogy te vagy a műsornak a vendége. Hát légy szíves, mesélj arról, hogy neked hogy jött ez a sport, hogy kezdted ezt az egészet. Hogy jött az, hogy aztán te fitness figura versenyző lettél? Én ugye eredetileg dietetikusként és egészségügyi közgazdászként örülök, hogy a mindennapjaimban azzal foglalkozhatom, ami a legnagyobb szerelem a versenysport. Egyébként maratonistaként kezdtem, és a hosszú pályafutás az a mai napig elkísér. Most is jelen van a mindennapjaimban. És ez időszak alatt azért a futás sok mindenre megtanított. Ugye a rendszer vitt a mindennapjaimban kitartást, alázatra az élet más területein is. És hát ugye a hosszú távfutásnak hol jött, és annak köszönhetően 22 éve léptem be az edzőterem falai közé. Ugye a futás miatt vékony a testalkatom volt, és ezen a fizikumon szerettem volna egy kicsit változtatni, hogy egy kicsi izomtömeg pakolódjon rám. És hát ez, mivel ugye vékony voltam, kicsit odafigyeltem a táplálkozásomra, és elég gyorsan látványos eredmények jöttek, de ez még mind hobbiszerűen történt. Igazándiból 10 éve az, ami 8-10 éve, amikor tényleg a versenyzés, az élsport világban nyílt meg előttem. És abban az időben én már ugye Zolival kerültem be ebbe a bodysport kupával a versenyzés világába, és a kezdeti elért sikerek arra ösztönöztek, hogy még nagyobb célokat tűzzek ki magam elé, és ugye a hazai versenyekről tovább tudja gondolkodni, és akár világversenyekben egy nagy univerzumban, vagy egy más versenyben gondolkodja. Én azt is tudom, hogy neked is Zolival nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatod, mert hiszen sok versenyre azért ő is segített téged felkészíteni. Nagyon sok fotó is készült. Nem sok versenyre, hanem minden versenyre. Minden versenyre, igen. És hogy nagyon sok fotó készült itt rólad is, mint ahogy minden versenyzőről az Zolinak, hiszen ő mindig kontrollált minket. És ugye heti szinten, főleg amikor már a versenyek előtti pár hétben nekem volt olyan, hogy minden nap már rám nézett. Nyilván te, mint nem budapesti lakos, neked azért ezt nehezebb volt megoldani, hogy följöjjél, de hát tudom, hogy te is rendszeresen megjelentél, te is rendszeresen itt voltál. Tudom, hogy neked is nagyon-nagyon sokat segített a versenyfelkészítésbe, és azért neked is megmaradt ugye most jelen pillanatban, mint fitness figura versenyző, nem versenyzel, viszont azért a fitness megmaradt neked is, mint versenybíró, hiszen pár évvel ezelőtt is versenybírói vizsgát tettél, és a Body Sport Kupán most már te is rendszeresen versenybíróként vagy jelen. Neked hogy jött ez a versenybírói dolog?
Én egy kicsit előrébb kezdeném, hogy ugye mondtad, hogy én nem, mivel nem budapesti lakos vagyok, de ugye az Olival nagyon szoros volt a kapcsolatunk. És ahhoz, hogy ugye ilyen eredményeket értem el, ez valóban tényleg az Olival azért szorosan megvolt a kontroll, és ezt meg tudtuk úgy oldani, hogy esténként ugye konzultáltunk, és akár egy fotót küldtem az aktuális formámról, és a Zoli ez alapján mondta az információkat, ugye, hogy akkor mit kövessek ahhoz, hogy a kitűzött cél az meglegyen. Tehát megoldottuk minden formában azt, hogy eredményes, tehát az eredmény az jöjjön. És tényleg azt hiszem, hogy a Zoli nagyon értékelte azokat a versenyzőket, akik tényleg kitartottak mellette és hozták az eredményeket. És ezt így utólag is nagyon köszönöm tényleg Zolinak, hogy mindig minden pillanatban számíthattam rá, minden kérdésemben, mindig ott éreztem, hogy ott áll mellettem, és ez nagy segítséget jelentett számomra. Neked a felkészülésben voltak mélypontok? Persze, szerintem mindenkinek vannak mélypontjai, viszont nekem ez az, ami ugye a maratonozás, tehát a futás annyival könnyebb, hogy nekem nem volt az, hogy eldöntető kérdése azt, hogy megcsináljam-e, vagy tehát, hogy megkérdőjelezzem önmagam, nem csak a cél volt, amit kitűztem, és azt mindenáron megcsinálni. Tehát soha nem volt az kérdés bennem, hogy csináljam-e tovább, vagy sem, hanem egy dolog volt az, hogy elérni a kitűzött célt. Ugye te dietetikus vagy. Így van. Gondolom akkor ebben a szakmában jelen vagy, mint dietetikus, vagy nem tudom, hogy mint edzőként dolgozol. Én jelen pillanatban edzőként, illetve az edzésnek egy formáját választottam végül is az EMS instruktor, tehát az azt jelenti, hogy elektrostimulációval, speed fitness géppel edzem a vendégeimet. Ugye a táplálkozási életmód tanácsadást is, tehát ez a szolgáltatás is hozzátartozik a mindennapjaimhoz. A dietetikából viszont azt a szeretetet vágtam ki, ami inkább a sporttáplálkozásra, tehát ez, amit inkább, ugye pont, hogy a sporthoz kapcsolódóan sokkal jobban szakmában vág, illetve otthonosabban mozgok. Gondolom az edzeteidnek akkor nagyon sokat tud segíteni ilyen étkezési tanácsadásban, hiszen mint tudjuk azért ez az alfája, meg az omegája a testépítésnek, amit sokan sajnos még mindig nem nagyon akarnak elhinni. És hát igen, ez a keményebb része, mert tény és való, hogy tudjuk, hogy persze az ember élvezettel le tud edzeni egy-másfél órát, és imádjuk és szeretjük, de sajnos ezzel nem áll meg ez az életmód, hiszen a táplálkozás az, ami a többi 22 órában oda kell tenni magunkat, és hát mi tudjuk, mint versenyzők, hogy azért főleg egy verseny felkészülés idején azért a táplálkozás az milyen szintű szerepet játszik az ember életében. Mondjuk, hogyha beszélnél egy kicsit arról nekem, hogy nálad egy ilyen verseny felkészülés hogy zajlott, hogy így az étkezéssel kapcsolatosan meggondolom, Zoli is nagyon sok mindent mondott, de neked, mint dietetikusnak nem tudom, hogy voltak-e még esetleg ilyen plusz hozzáadott dolgok, trendek, amiket te már úgy magadtól így össze tudtál állítani. Én végül is követtem ugye a testépítőknek az alap táplálkozását, hiszen akkor számomra annak ellenére, hogy 22 éve ugye edzőteremben súlyzós edzéseket végeztem, 10 éve jött az életemben egy olyan fordulópont, amikor elkezdtem a táplálkozásra is odafigyelni, és akkor jött igazán a látványos változás, és mai napig tényleg ugye 30% az edzés és 70% a táplálkozás, ez valóban, ez igaz a mindennapokban is, és tehát én ugyanúgy, tehát a reggeli
zabtúr mix, és akkor ebédre csirkelés, vacsorára, tehát ez a csirkelises dolog. Viszont az, hogy az tehát a versenyfelkészülés, a legutolsó időszaka, az, hogy a megfelelő szárazság, illetve az izomdefiníció megmaradjon, ott már viszont ugye volt segítségem, szerintem mindenkinek ugye szükség van a mindennapokban az, aki külső szemlélőként kontrollálja, hogy ez most túl sok vagy túl kevés. Tehát segítségem volt, aki napi szinten kontrollált, illetve ugye az Oli, mint említettem, a felkészülésem verseny előtti időszakában legvégén napi kontaktban voltunk. Még egy olyan kérdést szeretnék neked feltenni, ugye itt már beszéltünk egy jó pár emberrel arról, hogy ide, hogy most a Badisport Kupa felkészítéssel kapcsolatosan régiók lettek létrehozva, és hogy te az Zalaegerszeg Keszthely régiót fogod erősíteni, mint versenyfelkészítő edző. Hogyha erről mondanál pár szót, azt megköszönöm. Köszönöm a már tisztelő felkérést Várjé Ricsinek és Évának. Igazán úgy, ahogy ugye a versenyzés annak idején nekem kihívást jelentett és nagy örömöt, az most ugyanígy versenyfelkészítőként, ugyan már eddig is készítettem fel versenyzőket versenyre, de most így a Magyarországi NHC Szövetségének a hivatalos keretein belül ugye Zalaegerszeg és Keszthely környékén versenyezni vágyóknak örömmel adom át azt a magamat meg nem hazudtoló, hiteles szakmai tudásomat, munkámat, tapasztalatomat, elkötelezettségemet, amivel az ő fizikumukból, versenyeikből ki tudjuk hozni a maximumot, és tényleg ők is ugyanezeket a sikereket érik el, ami a kitűzött cél. Hát nagyon-nagyon gratulálok még egyszer ehhez a feladathoz. Szerintem nagyon nemes, nagy kihívás és nagyon nemes feladat, úgyhogy én sok sikert kívánok hozzá. És köszönöm azt, hogy bírói feladatokat és ugye a Badis Sportkupán vállalhatok, és a versenyzőket most a színpad, nem a színpad, tehát nem én állok a színpadon, hanem a színpad másik oldaláról tudom díjazni. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye te is, mint versenybíróként most már azért egy jó pár éve benne vagy ebben, hogy neked van-e kedvenc kategóriád, amit szeretsz pontozni? Én is, mert itt előző riportokban elhangzott, hogy tesszük a bikini fitnesses formákkal, tényleg gyönyörűek a lányok, viszont én, mivel figurhos versenyző voltam, és én nem jártam végig a lépcsőt, hogy bikini fitness sportmodell és figur, hanem én egyből a figur kategóriába robbantam be, és ott értem el sikeres eredményeket. Én is ezt az erősebb, tehát a GP figuros vonalakat jobb a szemem, amivel, tehát arra a szemem, hogy tudom értékelni, hogy a szárazság, a genetika, az arány, az izomzat, az izomtömeg, tehát ez úgy jobban összeáll. Ráll neked is jobban a szemem. Így van. Marian, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy öröm volt veled a beszélgetés. Köszönöm. Szépen. Sziasztok.